Köszöntöm a Hit Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Jakab Balázs, és ez pedig itt a Feedback, a Hit Rádió belpolitikai hírelemző műsora, és köszöntöm vendégeimet, Gavra Gábort, az ATV.hu főszerkesztőjét, és Ambrózi Áront, a Pesti Srácok újságíróját. Szervusztok! Jó napot kívánok, szervusz! Kezdjük Izraellel, és ami engem elsősorban érdekelne az, hogy amikor kirobban egy ilyen konfliktus, akkor az országok, az európai és a Magyarország is természetesen állást foglalnak, viszont ilyenkor egyből a sajtó előszed különböző régebbi nyilatkozatokat, amit az adott országgal kapcsolatban tettek. Magyarországot és Európát tekintve milyen volt az Izrael politika az utóbbi években? Szerintem Izraellel kifejezetten jó viszont ápoltunk, ami nem volt önérdektől mentes. Mert az, hogy az Orbán kormány meg a Netanyahu kiváló cimborák, oké, ez egy régebbi időszakra is visszavezethető, tehát közöttük személyes barátság is van, de a két ország közötti barátság, abban volt egy kis opportunizmus, hogy a Sargentini jelentéstől kezdve a különböző nyugati médiumban megjelent Magyarország kép, az ugye azt ábrázolja, hogy Magyarország egy rendkívül antiszemita ország, itt a Újlipót városba felhetszelt náci tömegek üldözik a holokauszt túlélő idős néniket, és akkor ezzel szemben mi fel tudtuk mutatni, hogy oké, rólunk ilyeneket hazudoztok, de mégis mi vagyunk az egyetlen ország például, aki rendszeresen igyekszik megfúrni a különböző ENSZ határozatokat, meg UNESCO döntéseket, amikor például arról szólnak, hogy a Templomhegyhez, ugye meg Jeruzsálemhez nincs közük a zsidóknak, mert az mindig is ősi palesztin föld, meg az ilyen ökörségeket, meg mi voltunk azok, akik nemrégiben a Brüsszelbe megfúrtuk azt, hogy a Hamászt egy NGO-ként tartsák számon. Hát ugye szombaton láthattuk, hogy nem kifejezetten szociális tevékenységet folytatnak. De nekem mindig azt hiányzott ebben a magyar-izraeli bimbózó barátságban, hogy igazából elmélyíteni sosem sikerült ezt az egészet annyira, hogy például vannak nekünk ilyen tök egyértelmű szükségleteink, amire például Izraelnek kész válaszai vannak, legyen az a homokátságnak az elsivatagosodása, vagy például a mezőgazdaságnak a munkaerő problémája, ugye Izraelben kifejezetten fejlett ilyen drót technológia van, azok szedik ott a datóját, de ilyenek sosem jöttek létre, hogy akkor a Magyar Agrártudomány Egyetem, meg a nem tudom én, a Negevi Izraeli Agrártudomány Egyetem, akkor egy közösen fejleszten valamit. Nézzük akkor először, ha már az Áron ezzel kezdte, akkor nézzük először a magyar-izraeli kapcsolatokat, aztán valamivel bonyolultabb európai-izraeli kapcsolatokra rá fogunk térni. Szóval egyrészt szerintem kifejezetten örvendetes, hogy egy jó hírrel kezdjük, vagy egy jó hírnek a nyugtázásával kezdjük, hogy Magyarországon úgy tűnik, hogy a bizonyos szélső jobboldali és szélső baloldali szereplőket kivéve van egy izrael párti konszenzus a magyar politikában. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az ügyben Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely azt mondták, amit kell. És lehet, hogy ezt a kedves nézők vagy hallgatók evidenciaként azt mondják, hogy jó, hát most miért kell ezért megdicsérni a magyar politikusokat. Én se szoktam sűrűn, Áron se, de hát azért nézzünk szét a világban, és azért láthatjuk, hogy ez egy ritkaság. Tehát és nézzünk le, és kaparjunk egy picit mélyebbre, és mondjuk nézzük meg a kommentmezőket, ha jól tudom, ez alatt a videó alatt nem lesz ilyen kommentmező, úgyhogy azt kérem a billentyűt ragadó kedves nézőket, hogy már máshol fejtsék ki ezt a ezügyi tevékenységüket. De hát az a helyzet, hogy világszerte, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is, és itthon is a kommentmezőkben tombol egy palesztin párti, hát mondjuk így, hogy tömeg. A tömegnek látszó sokaság. És ez azt gondolom, hogy probléma. Azért itt szögezzük le, bár ez egy belpolitikai elemző műsor, de most a tárgya az elemzésüknek mégiscsak egy külpolitikai esemény. És szögezzük le, hogy itt egy rendkívül barbár terrortámadás történt, ami nagyban meghatározza egyébként legalább két szempontból Európának a közeljövőjét. Azt gondolom, hogy én nem látok olyan forgatókönyvet, ami
lehetséges lenne a gázai övezet környékén, és ne a migrációs nyomást erősíteni Európán. A másik pedig az, hogy ha megnézzük az amerikai elnöknek, az egyébként tőle azt tudom mondani, hogy szokatlanul összeszedett és rendben lévő beszédét Izrael ügyében, amit magyar idő szerint késő este vagy éjszaka mondott el, az is teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államok számára Izrael a prioritás, és nem az orosz-ukrán háború. Ez pedig Európára úgy hat, hogy vagy követi ezt az amerikai prioritási listának ezt a változását, vagy kénytelen lesz a Ukrajna ha továbbra is Ukrajna támogatása a prioritás a számára, akkor kénytelen lesz ezt, hát nem teljesen egyedül, de ennek az oroszlán részét magára vállalnia. Figyelj, a magyar politikai elit, tehát részben illeti dicséret, hogy egyértelműen kiálltak Izrael mellett, részben pedig azért szögezzük le, hogy Magyarországon ennek nem volt belpolitikai tétje. Tehát választás matematikában Izrael jelentéktelen 100 000-eket nevezhető százalékban. Igen, részben azért nem volt tétje, ugye, mert 2015-ben a magyar kormány úgy döntött, ahogy. Meg már korábban sem úgy döntöttünk, hogy gazdag ország leszünk, amire kíváncsiak az ázsiai kollégák. De amit mondtál, hogy a gázövezetben... Utóbbi én nem döntöttem úgy. Ami a gázövezetben történik, az nem közvetlenül gyakorol hatást az Európára nehezülő migrációs nyomásnak, hanem az észak-afrikai, illetve ott a közel-keleten az államok stabilitására, mert Beiruttól kezdve, Jemenen át, a Marokkó nagyvárosain ugye ünneplő tömegek vonultak az utcára, és ez olyan demográfiai lendületben lévő országok, mint az összes észak-afrikai ország, Egyiptom vagy Jordánia, ahol a hivatalos politika ugye próbál Izraellel normális kapcsolatot fenntartani, ugye Jordánia meg Egyiptom, akikkel még biztonsági együttműködése is van Izraelnek, hogyha az utcán lévő tömeg valahogy megbontja az államnak a viszonylagos stabilitását, akkor tényleg nem 100 000-ek fognak elindulni Európa felé, mert hova menjenek, hanem tényleg milliók. És abba meg, hát ugye Európa már ezzel sem igazán bír megbirkózni, de az tényleg konkrétan a világ vége lesz. És szerintem ezzel az izraeli biztonsági szolgálatok fejese is tisztában vannak, hogy ebben a mexikói padhelyzetben ők a mi fejünkhez is tartanak egy revolvert, tehát hogy próbáljuk meg meghúzni magunkat, és ne kezdjünk bele ebbe a jól megszokott szólamokban, amikor majd felszólítjuk a feleket, hogy próbálják ne eszkalálni a válságot, illetve tartsák be a hadijogot, meg figyeljenek oda az emberi jogokra, hanem lehet, hogy most kicsit felnőttesebben fog viselkedni az Európai Unió, és elfogadja, hogy oké, a Hamas kirobbantott azt a háborút, az izraelek meg le fogják rendezni, és nekünk nem az lesz a dolgunk, hogy magasba tartsuk a mutatójunkat, és a morális kötelezettségeire figyelmeztessük őket. Ezzel egyetértek, ugye itt van egy olyan kérdés, ha már itt beszéltünk a migrációs nyomásról, hogy egy rendkívül sűrű lakott terület a gázai övezet, amely, ha Izrael valóban belekezd az ostromba, már pedig nincs más választása, mert hogy egy példátlanul barbár terrortámadás érte onnan Izraelt, akkor ez annak a 2-3 millió embernek az eltartására, az elemi szintű eltartására se feltételül lesz alkalmas, akik most ott élnek, akik másfelé, mint Izrael vagy Egyiptom felé ugye fizikailag nem tudnak megindulni. A körülmények ismeretében valószínűleg ez utóbbi lesz, és nyilván Egyiptom nem nagyon fogja erőltetni, hogy a saját területén tartsa őket, tehát az oda menekülő gázaiakat. Tehát akár, ha nem is közvetlenül, de akár egy vagy két áttételen keresztül nőhet ez a fajta nyomás Európán, közvetlenül onnan is. A másik, amit az Áron mondott, én azt gondolom, hogy azzal a kérdéssel kell valamit kezdeni Európának, a nyugatnak, de általában a
kicsit nagyképpen mondom, hogy civilizált világnak, de azért itt a fogalmak egy kicsit kezdenek elmosódni, hogy ugye nem csak észak-afrikai, meg közel-keleti városoknak a főterein ünnepeltek, hanem Londonban ünnepeltek, Berlinben ünnepeltek, mármint hogy a terrortámadást magát ünnepelték, tehát civilek lemészárlását ünnepelték. Én azt gondolom, hogy nagyon finoman fejezzük ki magukat, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez egy integrációs kudarc. Szóval az, hogy Európa nagyvárosaiban egy ilyen terrortámadás után a természetes sokkon túl is rossz zsidónak lenni, már pedig rossz volt, akár Londonban, akár Berlinben, ez egy óriási társadalmi probléma, és ennek a következményei szerintem nem csak a közel-keleten beláthatatlanok, mert nagyon sok rétege van ennek az egész sztorinak, ott a helyszínen is, tehát, hogy ezek után mondjuk egy izraeli-szaudi közeledés egyáltalán lehetséges-e, mi lesz a régiónak az egyébként is ingatag stabilitásával, az egy dolog. Na de mi lesz az európai nagyvárosok instabilitásával? Tehát mi történik akkor, hogyha azok a londoniak, meg berliniek, akik most úgymond csak ünneplik, New Yorkiak, akik most úgymond csak ünneplik az izraeli civileknek a lemészárlását, mondjuk hasonló, egy részük, csak egy kisebbségük, egy törpe kisebbségük maga is aktívan ugyanezt fogja tenni a saját városában, és hát ez nem példátlan így van. Hát az, ami tanulság, hogy az atlanti világnak a gazdaságilag fejlettebb része, ahogy vélekedett a bevándorlásról, a migrációról, az most egy az egyben megbukott. Mert ők valahogy úgy tekintettek az Észak-Afrikából, meg a közel-keletről érkező fiatal férfiakra, hogy ezek, mint a különböző ilyen science fiction filmekben, amikor klónozzák az embereket, de még a tudatot, az alapprogramot még nem ültették be ők, tehát csak úgy valami dróton lengedezik egy ilyen kis húsféleség, aminek van keze lába, de hogyha azok megérkeznek majd Európa valamelyik gazdag fővárosába, akkor azok egyből németté, angollá, skóttá, íré, spanyollá fognak változni. És kiderült, hogy ez marhára nem így van, ezek az emberek, akik megérkeztek, generációk át is azt a szociokulturális gondolkodást hordozzák, meg viszik tovább, amit otthonról hoztak. És ezen nem fogunk tudni változtatni, hiába adunk nekik rengeteg zseppénzt, hogy illeszkedjenek be a társadalmunkba. És most szembesülnünk kell, hogy ott vannak egy megoldatlan problémával, és akkor megint mi ez a, egyrészt ugye nekünk mindig itt van ez a szegény közép-kelet-európai rokonnak ez az örök mondása, hogy mi megmondtuk, tehát hogy ezzel mindig tudunk érvelni, hogy én megmondtam, hogy nekem lesz igazam. De a másik az, hogy örülhetünk, hogy nekünk az ő problémáikkal szemben milyen társadalmi problémáink vannak. Az ő problémáikhoz nézve nevetséges problémáink vannak. Itt van például a romák integrációja. Ugyanazt a nyelvet beszélik, mint én, mint mi, ugyanolyan vallásúak. A cigány meg a magyar kultúra az 98%-ban egybevágó. Lehet, hogy egyiknek másiknak sötétebb a bőrszín, mert nekünk, na bum, ez az egyetlen probléma, meg szegényebbek, elmaradottabb térségben élnek. Nekünk ez az integrációs problémánk. Szintén más integrációs problémája van a latin-amerikai bevándorlókkal, az Egyesült Államoknak, mint Európának, a Észak-Afrikából érkező bevándorlókkal. De van itt egy másik kérdés is, és ez jóval kevésbé Magyarország kérdés, és akkor előre is elnézést kérek, de egy picit tágítanám itt a horizontot, mert nagyon érdekes Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is, de még talán náluk is érdekesebb az, hogy mihez kezdünk magunkkal most, akár mint Európa, akár mint a Nyugat, egy olyan konfliktusban, amelyik hát látszólag nem a miénk. Valójában itt ugye minket éppen úgy gyűlölő emberek támadták meg Izraelt, mint amennyire Izrael gyűlölik. Tehát valójában azért gyűlölik Izraelt is, amiért minket is gyűlölnek. Ez a dolognak az egyik oldala. Másik oldala, hogy mennyire érzi ezt magáénak, ezt a háborút a Nyugat.
Ugye ez fölmerült az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is, hogy ez a szabad világ háborúja-e, vagy két szláv nemzetnek a háborúja. Most is ugyanígy fölmerül. Ugye ez például ez nem egy jobb és baloldal közötti ilyen frontvonalat nyit, hanem mondjuk az amerikai republikánusokon belül is, meg az amerikai demokratákon belül is egy frontvonalat nyit. Tehát míg a republikánus mainstream és Joe Biden és az ő demokrata támogatói egyértelműen beállnak Izrael mögé, a demokrataknak a szélső baloldala, de akár a republikánus oldalon Tucker Carlson pedig azt mondja, hogy hát ezt egy kicsit azért itt nem kéne itt annyira lóhalálába. Nyilván másokból, tehát az demokrata baloldal antiszemitizmusból, Tucker Carlson nyilván nem antiszemitizmusból, hanem azért van ez az izolacionizmus a amerikai jobboldal bizonyos részeinek. Meg vannak személyiségjegyek is, tehát a Tucker Carlson az hajlamos önmaga hatása alá kerülni, és minden egyes témában különálló véleményt megfogalmazni, hogy ezzel is megmutassa, hogy ő mindenkitől különbözik. És meg létezik. Igen. De a Amerika demokratáknak... De bocsánat, ez azért egy tartalmi vita is. Tehát most azon túl, hogy narcisztikus embertársaink szeretik magukat megmutatni időről időre, hogy még vannak és különböznek másoktól, azért ez egy tartalmi vita is. Átadom, bocsánat, befogtam. Csak az amerikai demokratákat próbáltam mentegetni, mert mi szokatlan tőlem, rendtelen nem szoktam ilyesmit csinálni, de hát mindössze 5 darab kongresszus tagot sikerült összekukázni, akik a Hamász ünneplőknek az élére álltak. Így van. Ami így meg van. A demokrata párton belül is a kisebbségnek is a törpe kisebbsége. Így van, így van. Azt hiszem, hogy ha azzal kezdtük, hogy Magyarországon van a legalábbis a politika felszínén egy izraelpárti konszenzus, ez Amerikáról is elmondható. Szóval az a fajta palesztin párti áttörés, ami bizonyos európai országoknak, főleg a baloldalán, mert politikai életeknek főleg a baloldalán megjelent, az Amerikában még azért jóval kevésbé tudott megjelenni. Ebben megvan a két nagy párt vezetőinek az érdeme, hogy kicsit őket is dicsérjük. És az, hogy ezt ki is nyilvánították az Izrael tér terrortámadás után, az elnökkel az élen, ez egy nagyon fontos dolog. Az agymosás az már elindult az Egyesült Államokban, csak sokkal lassabban működik, mint hittük volna. Hát, hogyha megnézed, a elmúlt 10 évben készült filmekben a szimpatikus kisebbségi szereplő furcsa angol kiejtéssel már sosem zsidó, hanem most már legtöbbször akkor arab, de inkább palesztin. És azok is a filmek, azok a klasszikus amerikai filmek is visszaszorulóban vannak, ahol ugye a főgonosz a bomba mellénybe öltözött nagy szakállú arab, aki mindenféle galátságokat tervez az Egyesült Államokba, ott is már. Tehát, hogy az áldozat kultúra az most már elérte a palesztinokat is, de az amerikai társadalomnak, bár ott is visszaszorulban van a vallásosság, de jól tudom, még valami 60%-ban még rendszeresen templomba jár. Tehát a gyülekezet, ahova tartozik. És az evangéliumi keresztények azok abszolút Izrael pártiak. Tehát az a náluk ott megkérdőjelezhetetlen, hogy mellettük állnak akkor is, hogyha esténként ők is Netflixet néznek. Igen, ott ugye ami nagyon izgalmas volt, és egyáltalán nem szívderítő, hogy árnyaljam az előbbi kicsit optimistább képet az amerikai elitről, az amerikai egyetemi tanszékeknek az állásfoglalása. Tehát én nem, hogy mondjam... Harvard? Hát igen. Szóval ez, hogy ezeken a kampuszokon mi folyik, és az a probléma, hogy azt gondoljuk, hogy semmi baj, hát ezek ilyen elvont akadémiai viták, meg stb. Nem, ezek meg fognak érkezni, ahogyan Európában is megérkeztek, meg ahogy egyébként genderügyben is megérkeztek a politikába. Ezek évtizedekkel ezelőtt más ügyekben is az egyetemekkel, meg az egyetemi tanszékeken folytak ezek a viták, meg ezek a nyelvnek az átalakításai. Én azt gondolom, hogy itt is Izrael-Palesztina ügyében, pontosan az izraeli-palesztin konfliktus ügyében is egyelőre
mondjuk az Egyesült Államokban inkább az akadémiai szférában zajlik egy átalakulás, de előbb-utóbb meg fog érkezni ide. Néhány évvel ezelőtt a Seres László kollégánk és barátom, nekem legalábbis biztosan, én nagyon szeretem Lacit, meg főnököm volt, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, írt a CEU-nak a Nádor utcai épületében volt egy palesztin párti aktivistának az előadása, és akkor ő erről írt, hogy hát azért ez mégiscsak példátlan, meg hogy ő korábban az ember miket írogatott Izraelről. Annyit elárulok, hogy nem szépeket, tehát körülbelül annak az elméleti részét fejtette ki, amit most a kis barátai a gyakorlatban megpróbáltak megvalósítani a múlt szombaton, és utána hát ugye ebből felháborodás lett, hogy hát a Seres Laci barátom az miért bántja a CEU-t, amiket egyébként az Orbán kormány is támad. Az a helyzet, hogy viszont hát mégiscsak a CEU adott otthont ennek az embernek az előadásának. Talán apró reménysugár, hogyha ez a ultraglobalizált világunk megszűnik, és mondjuk az Egyesült Államoknak annyira megromlik a viszony a Kínával, hogy onnan is a bevándorlást nullára csökkentik, akkor ezek a társadalomtudományi, meg bölcsészettudományi, meg egyéb muciológiai szakoknak a népszerűsége, illetve állami finanszírozása jelentősen le fog csökkenni, mert az tényleg tarthatatlan hosszabb távon, hogy a benszülött őslakos, nagyon gazdag polgári családoknak a egyetlen kéje az majd muciológiát tanulni, hogy utána majd főállásban aggódhasson a világ nyomorultjai felett, meg simogassa a palesztinokat, de amúgy szükségünk van mérnökökre, meg szükségünk van gépkezelőkre, és azt majd behozzuk Kínából, meg a harmadik világból, meg Latin Amerikából. Tehát ez hosszabb távon ez fenntartatatlan is sajnos. Ezek az egyetemek, legalábbis ebben reménykedem, hogy valami olyan sors fogja őket utolérni, mint a harcosok klubjának a vége, tudom, amikor csak az ablaküvegen látjuk, hogy épületek felrobbannak. Ez most nagyon rosszul időzítettem ezt a viccet. Ezt nagyon rosszul időzítettem. Elnézést. De értettem. Én, hogy is mondjam, radikális felsőoktatás ellenes vagyok, legalábbis az ilyen képzések tekintetében, mert a világ megrontói. A dolognak a fizikai részén kívül egyetértek, tehát itt tényleg az van, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon aggasztó tendenciát látunk, a terrorista mentegetést, és tény, hogy ez egy örvendetes dolog, hogy ez nem érkezett még meg az amerikai mainstream politikába, de a társadalomtudományi mainstreamben már igen, és ez viszont aggasztó, és tényleg ez van, hogy néhány év múlva ezt viszont fogjuk látni a mainstream politikában is. Hát, és ez nálunk megint csak nagyon kezdetlegesen jelent meg, tehát hogy örülhetünk a megkésett fejlődésnek, mert talán a mérce.hu volt egy ilyen keserves próbálkozás, ahol megállapították, hogy gyakorlatilag a Ceglédi felelős mindenért, ami a gázővezetben és a környékén történik, azért mert hogy indulatoskodott. Illetve talán a Steiner Kristóf volt még az, aki megállapította, hogy Orbán áll minden mögött. De hogy egyéb mentegetéseket én nem nagyon olvastam. Láttam, talán a bunkó kommentelők kivéve. Igen. Láttam olyat is, hogy volt olyan geopolitikai elemző, aki a Fideszt a narancsszínű Hamasznak nevezte, de Lakman Tamásról van szó, ő néha szokott idegből a Facebookra kiírni valamit, utána aztán ő se tudja megmagyarázni, ezt miért tette. Igen, miközben, hogy mondjam, egy amúgy felkészült elemző, és nem teljesen értem, tehát hogy a... És kis feszúrkoló. Ez a Áronnál előny. Én nálam az lenne előny, ha videóton szurkol lenne. Egyébként mondom, én kedvelem, amúgy Latman Tamás, nincs olyan bajom, csak ezt nem értem, mert a Fidesz szerintem nem gyilkolt le csecsemőket, meg nem rendezett tömegmészállást fesztiválokon, de nem is akarnám ezt erre elvinni ezt a dolgot. Az a helyzet, hogy az szerintem is egy örvendetes dolog, és akkor ez viszont az eredeti kérdésedre, vagy hát talán arra az egyetlen kérdés, amit engedtük föltenni ebben a műsorban, visszatérve, hogy szerintem az egy nagyon örvendetes dolog, hogy Magyarországon tényleg létezik egy, és még itt egyébként a Tamásnak, a Latman Tamásnak a nem annyira jó sikerült kommentjét is ideértve, mert igazából az is egy Izrael párti komment, csak így túl feszítette itt a lefordítását a magyar politikai életre, hogy tényleg van egy Izrael párti konszenzus, erre jó lenne vigyázni,
Szerintem ez egy hát jó ez dolog. Ez a bátortalan barátkozás gyakorlatilag megtöltődött tartalomban. Így van. Egy olyan régi nőnökénk például, akik ugye régebb óta foglalkoznak Izraellel, hogy a Izraelnek meg Magyarországnak a sorsa, a geopolitikai sorsa egyáltalán létezik ilyen szó összetétel, megkapom hasonlít. Most megszületett egymásnak. Ez a szó összetétel. Tehát, hogy mi sem természetes barátokkal, meg rokonokkal vagyunk körbevéve, és ahogy például Izrael is mindig küszködik azon, hogy a arab kisantantot megint egy fura lelemény, hogy ott azt megbontsa azzal, hogy akkor Jordániával, meg adott esetben Egyiptomban legyen jóban, mert Libanon ugye az nem is nagyon létezik, Szíria is kérdéses, a többivel sincs éppen óriási nagy szerelem, úgy mi is mindig küzdködünk, hogy a körülöttünk lévő államokkal legalább egyet találjunk, akik nem gyűlölnek minket. És a sorsunk is olyan, hogy te, az, amit most a Hamász művelt, kitörve a gázövezetből, a magyar történelemben is számtalan először előfordult. Bármikor van egy az államban valami megrendülés, mondjuk szabadságharcba kezdünk a Habsburgokkal szemben, akkor a románoknak, meg a szerbeknek az első dolga az volt, hogy átmentek a szomszéd magyar faluba, és mindenkit megöltek. Igen. Igen, még egy dolog, és itt a jó vagy rossz szomszédságról is érdemes lenne beszélni, hogy amivel egy kicsit visszakanyarodnék az Egyesült Államokhoz. Szóval szerintem, én nem értek egyet azzal a kritikával, és most a Bidennek a beszéde ezeket a kritikákat, meg az, amit Amerika egyébként csinál is, az ezeket a kritikákat szerintem illegitimmé teszi. Nem értek egyet azzal, hogy az Egyesült Államok elárulta volna Izraelt ebben a konfliktusban. Szerintem az Egyesült Államok azt tette, amit kell. Viszont van egy másik probléma, hogy a Trump és a Biden adminisztráció közel-kelet politikája így egymás után, külön-külön akár mind a kettő működhetett volna, de így egymás után. Bocsánat, de ezt kimondta, hogy az Egyesült Államok elárulta Izraelt, ezzel kivádolta őket. Ez azért egy az amerikai jobb oldalon, hogy a Biden adminisztráció nem kellő eréllyel lép fel Izrael mellett, ezt talán árulásnak nem nevezném, azért itt az első napokban volt ilyen kritika. De ez ugyanaz a kritika, mint amit az örmények megfogalmaztak az oroszokkal szemben, hogy miattuk kaptak ki Azerbajdzsántól. Igen, viszont egy kritikát én is megfogalmaznék az Egyesült Államokkal szemben, méghozzá mind a két adminisztrációval, hogy az Ábrahám egyezmények létrejötte, az szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog. Ez a Trump adminisztrációnak a legnagyobb sikere. Lehetett volna még egy sikere valószínűleg, hogyha még kap 4 éve Donald Trump, az a koreai béke, de az sajnos nem jött létre. Viszont az, hogy az Egyesült Államok új adminisztrációja ezt a 2021 után nem erőltette ennek a folytatását, hanem itt a közelgő választási évre való tekintettel csak a ciklus végén kezdte el szorgalmazni az izraeli-szaudi megbékélést, hogy ezzel folytatódjon ez a folyamat. Ez szerintem nagyon rossz üzenet, nem Izraelnek, tehát szerintem nem lépett ebben az ügyben, nem Izraellel van, hogy van vitája az Egyesült Államoknak. A fókusz hanem máshova került. Egyrészt a fókusz máshova került, másrészt pedig azoknak az arab országok, arab vezetőknek ez egy nagyon rossz üzenet, akik egyébként, most nem sajnálom őket, ne értsetek félre, de hát ők azért az életüket kockáztatják otthon, amikor Izraellel kibékülnek. Szóval azért, amikor így az emírségeket, meg így Bahrájnt, meg Marokkót, ugye az említett Marokkót így odalökik, hogy akkor jó, most már minden is nem érdekesek az Ábrahám egyezmények, nem folytatjuk. Azért ott azért kell tudni, hogy ez egy rettetesen rossz üzenet a többi arab ország vezetőjének, akik esetleg azon gondolkodnának, hogy normalizálják a kapcsolatokat Izraellel. Én azt gondolom, hogy ha valamit mulasztott, én nem feltétlenül gondolom, sőt, egyáltalán nem gondolom árulásnak, meg semmilyen ilyesminek. Szerintem Amerika a Trump korszakban is, és a Biden korszakban is Izraellel szemben teljesítette mindvégig a kötelezettségét.
De azért az, hogy itt éveket elvesztegettek az Ábrahám egyezmények folytatása ügyében, az egy, most látszik, hogy itt nem végtelen az idő. És az Áronnak a közbevetésére visszatérve, azért olyan vádak az elmúlt egy évben érték az Egyesült Államokat, hogy a Netanyahu ellenes tüntetéseknek a támogatásával aláásta Izraelnek az egységét meg az erejét. Itt bele sem mennék, mert ugyan belpolitikai jellemző műsor ez, de nem izraeli belpolitikai jellemző műsor. Igen, de ez a félhivatalos Egyesült Államok, vagy a külügyminisztériumnak a fekete pénztára. A Deep State, igen. A különböző NGO hálózatok. Igen. Én csak azt akartam mondani, hogy ezekben az állításokban vagy vádakban hogy van, lehet igazság, de egyébként az Egyesült Államok, amikor Izrael bajban van, tényleg azt tette, amit tennie kell. Igen, de ezek eddig csak bűnök, viszont lehet, hogy egy hiba is előfordult, és tényleg csak ez egy nagyon halvány gyanú, hogyha szombaton nyilván láttátok a felvételeket, hogy a különböző határon lévő katonai objektumokat viszonylag gyér számú, de jól szervezett, meg elég céltudatosan mozgó terrorista csapatok támadták meg, annyian, hogyha ott készenlétben lett volna, és a megfelelő személyzet ott lett volna, akkor nyilván esélyük nem lett volna, és itt merül fel tényleg csak egy nagyon halvány gyanú, és adja az Isten, hogy ne bizonyosodjon be, mert abból az világra szóló botrány lenne, hogy Szíriában például az iszlám állam ellen ugye szövetségben küzdött a Hamász, az Egyesült Államok meg vicces módon Oroszország az Assad rezsimmel. A Hezbollah küzdött, nem a Hamász. De a Hamásznak is voltak ott vendégjátékosai. Oké. Okay. A Hezbollah. Légiósok? Idegen légiósok. De hogy egyszerűen felmerült bennem, meg másokban is, hogy itt a titkosszolgálatok részéről történt egy adat információ megosztási figyelmetlenség, és esetleg így szerezhettek tudomást, hogy nincsenek igazán felkészülve ott az izraeli katonaságnak a vonatkozó egységei. Egy nagyon homályos részhez érkeztünk azzal, amit az Áron mondott, lévén ugye, hogy nem tudhatjuk, hogy mi átszólott le, így hiszen hát titkos szolgálat. Itt nagyon sok kérdés felmerül. Eleve az, hogy hát ha más nem, akkor a Pegasus szoftver szülőhazája, az hogy nem tudhatott egy, és most nem is a társtitkosszolgálatok, tehát Amerika, európai titka, hanem maga az izraeli titkosszolgálati, hogy hírszerzői közösség, hogy nem tudotta egy több ezer embert mozgató, tulajdonképpen ez egy hadművel, most nyilván egy aljas terrortámadás, de egyébként ez egy hadművelet is. Tehát itt még több kérdés fölmerül, mint 2001-ben a szeptember 11-i terrortámadások előtt, amikor néhány embert kellett csak mozgatni. Tehát ez nagyobb volumenű annál, ez egy mint nagyobb... hogy három ember a sufniban megbeszélni, akkor holnap egy kasztam rakétával oda durrantanak, hogy megmutassuk, hogy... Így van. Itt ezreket kellett mozgatni, és elképesztő mennyiségű rakétát kellett fölhalmozni. Én nyilván itt nagyon sok kérdés fölmerül, ugye azt tudjuk, hogy a Netanyahu kormány Netanyahu kormánynak a barát ellenség felismerő rendszere az alapvetően Irán fókuszú, és mivel Irán fókuszú, ezért északra és északkeletre fókuszált az elmúlt években, és valódi eshetőség az, ebben biztos vagyok, hogy ez bekövetkezett, hogy lebecsülték a Hamas felől leselkedő veszélyt, a Hamaszt egy ilyen házilag barkácsolt izéknak kézműves terrorizmusra tartották csak képesnek. Ez az egyik része a dolognak. Másik része viszont, és ez egy súlyosabb kérdés, hogy a Hamas szemben azzal, amit az izraeli kormány és az izraeli titkosszolgálat és az izraeli hadsereg gondolt róla, képesnek bizonyult elrejteni ezeket az információkat Izrael elől, és más titkosszolgálatok elől is. Itt aztán ezer millió kérdés merül fel, hogy ez erre hogy lehettek képesek, hogyan sajátították el azt a know-how-t, amivel elrejtették az előkészületeket. Áron megosztott egy halványgyanút, én is megosztok egy másik halványgyanút. Szerintem Oroszországnak nagyon-nagyon jól jött, ami történt. És ugye
az elmúlt években, részben a nyugat hibájával egyébként Oroszország és Irán nagyon közel került egymáshoz, sokkal közelebb, mint az azt megelőző időszakban. Egyszerűen Oroszországot rálökték, odalökték Kína és Irán. Sok játszmával összehoztuk a lator államokat. Így van. Most tényleg összeállt egyfajta ilyen gonosz tengelye. És az a helyzet, ez is egy halvány gyanú, hangsúlyozom, de az biztos, hogy az eddigi időszakban a Hamas soha nem volt képes, és most nem is a szándékaiknak a gonoszságáról beszélek, vagy aljasságáról, mert szerintem az nem változott az alapításuk óta. Ezek mindig is fanatikus, gyűlölködő gazemberek voltak, és potenciális gyilkosok. 1987 óta, amióta egyáltalán léteznek. De hogy ezt ekkora sikerrel tudták megvalósítani. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy alaposan kitervelt, bravúrosan kitervelt ördögi gaztett volt. Mondták, hogy megtanultak harcolni. Az, hogy izraeli mulasztás biztos, hogy van a háttérben, arra két versengő elmélet létezik. Az egyik az, ami a hírszerzési kudarcnak az okait taglalja, az, hogy a Shin Bet-nek a vezetői nincsenek jóban a Netanyahu, és akkor nem végezték el a feladatukat, vagy emiatt az információ áramlás megszakadt, mert a védelmi miniszter talán, vagy a belbiztonsági miniszter az a valamelyik ilyen ultravallásos pártnak a tagja, és akkor ő meg nagyon nincs jóban ott a félig-meddig arab kultúrával származó hírszerző tisztekkel, tehát az egyik az ezt taglalja, hogy valami ott tönkrement, de szerintem sokkal hihetőbb az elmélet, hogy az izraelek egyszer eltompultak az elmúlt 50 évben, főleg az elmúlt 10 évben. Hogyha valaki Tel Aviv utcáin jár, akkor egyből megüti az orrát például az elképesztő fűszag. Tehát, hogy tetszik, nem tetszik, 50 éve volt a Jom Kipur háború, és elfeledkeztek arról, hogy őket egy ellenséges világ veszi körbe, és tetőtől talpig fegyverbe kell lenni, meg golyóállom mellényben, mert egy hiba, és akkor elpusztítják őket. De hogy ott is a buli kultúra, a transzfesztivál, tehát ne viccelj már, tehát hogy Izraelben vannak bizonyos biztonsági szabályok, és a Neges sivatag csücskében a gázövezettől 40 kilométerre szervezel egy olyan diszkó fesztivált, ahol nincsenek gépkarabélyel felszerelt biztonsági emberek körülötted. És 20-30 terrorista iszonyú vérfürdőt tud rendezni. Hogyan lehet ilyen hibákat elkövetni? Tehát tényleg belekényelmesedtek abba, ahogy mondtad, hogy a Hamas tényleg ilyen kézműves, ilyen vasárnapi terroristáknak tartották, akik nem tudnak komoly műveleteket végrehajtani, elfeledkezve arra, hogy az elmúlt 10 évben akár a Hezbollah vendégjátékosaként azért komoly harci tapasztalatokat tettek szert, meg alapvetően teljesen belekényelmesedtek abba, hogy már a világ az egy csodálatos, egy békés világ, az oroszlán meg a gazella ezentúl együtt legel a folyóparton, és ami kisebb problémát esetleg 10-20-30 begerjedt palesztin csinál valami balét, azt majd a profin kiképzett nem néphadsereg, hanem a speciális alakulataink majd lerendezik. Ezzel szembe jött a valóság. Ezzel teljesen egyetértek azzal, amit az Áron mondott. Nem biztos, hogy a legközelebbi vitaműsorban majd minket kell meghívni, de véremenő. Viszont van egy élményemet még megosztanám veletek. Én először Izraelben egy olyan úton voltam, amit az izraeli védelmi minisztérium szervezett magyar újságíróknak. És vacsoráztunk az egyik este ilyen védelmi minisztériumi illetékesekkel, és egész egyszerűen nem vagy alig voltak hajlandók beszélni a Hamasról. Nem érdekes. Tehát miközben, hogyha elvittek minket egyébként Gáza melletti falvakba, kibucokba, ahol a busz megálló alatt is van egy óvóhely, meg az óvodák alatt is van óvóhely, meg mindenhol van óvóhely, de alapvetően ez volt, hogy tulajdonképpen akkor érhet baj téged a Hamas rakétáit, ha véletlenül pont a te fejedre esik.
Tehát, hogy csak a fizikailag a fém az, ami egyébként bénák, meg nem. És hogy a Hezbollah, meg a 100 000 rakéta, meg Irán, meg az atomprogram, meg Szíria, meg stb. És ez utóbbi természetesen egy teljesen legitim félelem, és ugye itt felhívnám a figyelmet arra, hogy még mindig nem tudjuk, hogy az iráni atomprogram hogy áll, és ugye Izrael azt eldöntötte, hogy nem fogja végignézni azt, hogy úgy járjon, mint Dél-Korea Észak-Koreával, amikor az Egyesült Államok végignézte azt, hogy 30 év alatt Észak-Korea egy fejlett rakétarendszerre és atomfegyverre tesz szert, és közben álltak, mint a hülyék. Ezt nem fogja, tehát Izrael ezt nem ismétli meg Iránnal, és ezért és nem bízza az Egyesült Államokra az iráni atomprogramnak a megfojtását, hanem hogyha olyan információi vannak, hogy ez szükséges, akkor maga veszi kezébe a dolgokat, hogy ezt Dél-Korea annak idején nem tette meg, és most meg már nem tud mit kezdeni Észak-Koreával, hiszen ott van Szöul ágyúlövésnyi távolságra, és van Észak-Koreának fejlett rakétatechnológiája és atomfegyvere is. Tehát ezt érthető, hogy Izrael rá van fixálódva Iránra, de nekem akkor az volt a tapasztalatom, hogy a Hamaszt nagyon-nagyon-nagyon alul értékelték. Tehát ahhoz képest, amit nekünk a Hezbollahról, az Assad rezsimről, vagy éppen Iránról beszéltek, joggal, ahhoz képest nagyon-nagyon-nagyon alul értékelt játékos volt a Hamasz. Pedig azért azt tudjuk, hogy amint Izrael kitette a lábát a gázai övezetből 2005-ben, a palesztin hatóság 2 éven belül elvesztette az övezet feletti irányítást, és jött a Hamasz. És azóta sem engedte ki a kezéből ott a gyeplőt. Pedig az ISIS meg több más versenyző jelentkezett az övezet irányításáért. Az a helyzet, hogy szerintem most az kiderült, hogy sajnos későn, tehát 1300 áldozattal később, mint ahogy kellett volna, hogy egyáltalán nem volt szabad lebecsülni ezeket a gazembereket. És itt nem csak a megelőzés, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem tartasz őrzés nélküli 1000 fős fesztivált a gázai övezet szomszédságában, hanem a válasz lépéseknek a lassúsága, szóval itt az is az elkényelmesedésre utal, hogy azért itt még napokkal a terrortámadás kezdete után is izraeli települések utcáin folytak utcai harcok. Hát szóval ez egy egészen elképesztő sok számomra is, aki nem volt ott a helyszínen. Szóval szembesültünk azzal, hogy ezt a problémát, mint annyi mást, ezt is magunknak gyártottuk meg, mert hogy a büszke tekintetű ifjabbi Bush, amikor megkezdte a nagyszabású terrorellenes hadjáratát Iraktól a Afganisztáig, egészen a csodálatosan sikerült és virágzó demokráciákat létrehozó arab tavaszig bezárólag, semmi más nem értünk el, mint azt, hogy az arabokat megtanítottuk harcolni. Ez már nem az 50 évvel ezelőtti olyan arab hadseregek, akik kiválóan tudtak parádézni, nagyon-nagyon tudtak felvonulni. Esetenként üreges, a saját elnöküket. Üreges, nem működő rakétákat mutattak be az álmélkodó népnek, hogyha megnyomnák a gombot, akkor Izraelt el tudnánk pusztítani, csak se gomb nem volt, se üzemanyag nem volt a rakétában. A belső villongások elfolytására talán jók voltak, de amikor meg valódi háborúba került sor, akkor a világ közleme azon röhögött a televíziót nézve, hogy az arab harckocsizók azt se tudják, hogy hogyan kell rükvercbe rakni azt a T-akárhányast, hanem kiugráltak belőle és elszaladtak. Tehát, hogy ez kicsit bonyolultabb harceszköz volt, mint amihez hozzászoktak, mert ugye egy lovat meg egy tevét könnyen hátramenetbe lehet kapcsolni. De eltelt 50 év, és láthatóan nagyon-nagyon megtanultak harcolni, és jobb lesz, hogy összeszedjük magunkat, mert mi is úgy járunk, ugye, mint Izrael, amikor beletompultunk, belebambultunk a biztonságunkba, meg a békénkbe, meg a jólétünkbe. Még egy érdekes dolog van, hogy, és nagyon örülök, hogy szóba került a terrorellenes háború. Ugye használják, és szerintem joggal használják a 9-11 analógiát.
nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a folytatás ne hasonló legyen. Tehát a reakció ne hasonló legyen. Tehát természetesen a Hamasznak az infrastruktúráját az Izraelnek el kell pusztítani, láthatóan nincs más választása, és ez helyes is. Itt, ami veszély fenyegeti Izraelt, nyilván azon túl, hogy bármikor megismétlődhet egy ilyen hasonló terrortámadás a területén, az az, hogy egy ugyanolyan véget nem érő háború sorozatba keveredik bele, mint az Egyesült Államok 9-11 után. Ha jól emlékszem, akkor lehet, hogy tévedek, és akkor sajnos a kedves nézőknek nincs alkalmuk kommentbe kiavítani, hogy mekkora hülye vagyok, de más felületen nyugodtan leírhatják. Ha jól emlékszem, a Hamasznak a szóvivője, vagy helyettes szóvivője a szombaton, tehát a terrortámadás napján az Al Jazeera-nak nyilatkozott, és olyasmit mondott, hogy kifejezetten Gáza megszállására készülnek. Tehát arra készülnek, hogy Izrael bevonul Gázába, és ott aztán meglepetések sorozata várja majd őket. Ahogy annak idején Osama bin Laden szerintem a saját várakozásainál jóval nagyobb hatást gyakorolt az Egyesült Államok következő több évtizedes politikájára, úgy szerintem a Hamas is akár túl nyerheti magát. Mert hogyha itt egy végtelenített ilyen városi gerillás, folyamatos robbantásos, kifejezetten az izraeli katonákra vadászós időszak következik Gázában magában, az egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza Izraelt is, az izraeli kormányt is, és Izrael szövetségeseit is. Én tudom, mi a másik lehetőség. A véralgebra. Tehát, hogy akkor mondja egy számot, amit szorzóként tudunk használni, hogy mondjuk hány gázai civilnek kell elpusztulni ahhoz, hogy akkor Izrael hajlandó legyen tárgyalóasztalhoz ülni a Hamásszal, és kitalálni, hogy akkor a következő 5-10 hónapig lehetetlen a Hamásszal tárgyalni azután, amit tettek. Főleg azért, mert hogy most, amikor beszéltél, terrorizmusról beszéltél, és azért, hogy is mondjam, tehát azért mondjuk már ki, hogy ez már nem terrorizmus. Igen, még az is eufemizmus, így van. A terrorizmus az mi az, amikor erőszakkal akarod elérni a politikai céljaidat, de a Hamásznak nincsenek politikai céljai. A Hamász azt akarja, hogy a folyótól a tengerig, első körben, második körben, meg az egész világon ne legyenek zsidók. Hát ez nem politikai cél, hanem ez a népirtásról való nedves fantáziálgatás, és itt meg nincs miről tárgyalni. Így van. Szerintem nem, tehát ezzel teljesen egyetértek, tehát a Hamasszal nem lehet tárgyalni. Szerintem most az a dráma, hogy Izraelnek nincs más választása, mint megszállni Gázát, nincs más választása, de ha megszállja Gázát, ott valami elképesztő pokol lesz, nem csak az ott élőknek, Izraelnek a számára is. Én azt gondolom, hogy a Hamász ezt készítette elő az elmúlt években, ami most következik. Ugyanúgy, ahogy annak idején az Al-Qaida, hát hogyha akarta volna, se tudta volna a saját maga számára kedvezőbben a következő 20 év Afganisztánját így felvázolni. Igen. Az a baj, hogy ez addig nem fog megszűnni ez az egész terrorizmus, vagy több mint terrorizmus a Közel-Keleten, amíg a különböző nagyon gazdag arab államok finanszírozni képesek ezt. Mert hogy a Katarban, tehát az, amit a Soros Gyurka csinál Európában, hogy mondjuk megfinanszírozza az összes ütődöttet, akik szerint a kislányokból fiút kell csinálni, a fiúkból meg kislányt kell csinálni, a katari ütődöttnek az ugyanaz, hogy pénzt utal a Hamásznak, hogy utána lögdösödjenek a gázai határon. Tehát amíg ezeket a túl sok pénzt a világban ki nem vezetjük, ezt nagyon elképesztően hülyén hangzik, de hogy túl sok pénz van ahhoz a világban, hogy ne fordítsák gonoszságra meg hülyeségre az emberek. És ez volt már a végszó. Nem sok belpolitika és vita volt, de szerintem nagyon fontos kérdéseket érintettetek, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Köszönöm. A nézőknek is köszönjük a figyelmet, ez volt már a Feedback belpolitikai hírelemző műsora itt rádiónak, de most inkább külpolitikával foglalkoztunk, de ha a véleményüket most nem is tudják megírni kommentben, mindenképpen fejezzék ki a véleményüket egy lájkkal, és kövessenek minket a jövőben is, a mikrofonnál Jakab Balást hallották, viszontlátásra.